Napelemmel is gazdagodott a fehérgyarmati járási hivatal, az intézmény energetikai korszerűsítésének ez csak egy része. Új kazánt és nyilázárókat építettek be, és a radiátorok közül is sokat kicseréltek korszerű, energiatakarékosabb változatra. Nem egyedülálló ez a korszerűsítés a megyében, összesen 29 épület újul meg 1,7 milliárd forintos forrásból. Ez egy nagyon komoly előrelépés a megye egészét érintve. Maga a forrás is egy rendkívüli komoly forrás, másrészt pedig az épületünknek egy jelentős része azért sokkal jobb körülmények között lesz képes fogadni az állampolgárokat. Ezzel azonban mi még nem állnánk meg, mert újabb pályázati lehetőségek vannak napelemeknek a felszerelése például a kormányhivatalokra, és szeretnénk ezekben a programokban is részt venni. Az előzetes számítások és a korábbi tapasztalatok szerint 25-30%-kal kevesebb energiát használnak fel a felújítás után az intézményekben. A legtöbbet a fűtésen tudnak spórolni. Egy ilyen korszerűsítés után akár 40%-kal kevesebbet kell erre költeni. A beruházások kapcsán figyelnek arra, hogy a munkák jelentős részét helyi vállalkozók végezzék el. Országosan több mint 1000 milliárd forintot költenek ilyen és ehhez hasonló fejlesztésekre jövő év végéig. A környezeti és energiahatékonysági program összesen egész országban, mint uniós program, meghaladja az 1100 milliárdot. Ebben nem csak az épület energetikai korszerűsítés található, hanem a hulladék gazdálkodással kapcsolatos, a vízgazdálkodással kapcsolatos, klímaváltozással kapcsolatos tevékenységeket is tudja támogatni ez a program. És ezen kívül a kormányhivatalokra vonatkozóan még a 74 épület az megközelíti a 20 milliárd forintot, amit erre fordítunk. Tehát összesen a úgynevezett kehopos programból 25 milliárd, a hazaiból pedig 20 milliárd forint, ebben a 14-18-as ciklusban, és ezzel a 1600 épületnek a 30%-a újul meg. A foglalkoztatás osztályra 66 millió forintot költöttek Fehérgyarmaton, a jövőben azonban további fejlesztések indulnak, és várhatóan még az idén letezik az új járáshivatal alapkövét is. Fehérgyarmat azon kevés városok egyike, ahol együttműködött eddig, még egy épületben dolgozott a járási hivatal és a polgármesteri hivatal, vagy pontosabban a járási hivatal egy jelentős része és a polgármesteri hivatal, és nyilván az az épület az kinőtte magát, tehát muszáj volt új helyen egy új épületet építeni, és ennek az építkezési munkálatai kezdődnek meg. Ez a miniszterelnökségtől egy egyedi támogatási keret formájában kapta meg a járás a támogatást. A fehérgyarmati átadón kiemelték, a korszerűsítések jelentős megtakarítás mellett azért is fontosak, mert ezzel tovább javult az ügyfelek kiszolgálása, és gyorsabban válhat az ügyintézés is.